Mintegy 7,2 milliárd forintos fejlesztésre nyílik lehetőség megyénk 43 településén a megyei önkormányzat által koordinált terület- és településfejlesztési operatív program pluszban. A részletekről november 29-én délután tartott sajtótájékoztatót Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke, országgyűlési képviselőink és polgármestereink jelenlétében. A 2021-27-es fejlesztési időszak végrehajtása már javában zajlik, vannak befejezett beruházások. A mai napig 154 támogatási kérelmet nyújtottak be a megyében a TOP plusz forrásaira, tájékoztatott a megyei közgyűlés elnöke a megyeházán. Szerintem egy mérföldkő, eddig körülbelül 5 milliárd forintról született döntés, ezek már megvalósítás folyamatába lépett pályázatok. Most további 7 milliárd forint lesz az az összeg, amelyről ezt a sajtótájékoztatót tartjuk, tehát összesen 12 milliárd forintról már döntés született. A mostani szakaszban főként a szabadidőt, művelődést, sportolást szolgáló létesítmények fejlesztési elképzelései nyertek támogatást. De például a csapadékvízelvezetés, az egészségügyi ellátás és a kerékpárutak fejlesztésére is érkezik forrás. Tata most összesen 800 millió forintot kap két beruházásra, kerékpárút építésére és egészségügyi központ létrehozására. Tata a legnagyobb kedvezményezett, polgármester úrék úgy döntöttek az önkormányzattal, hogy a központi rendelőintézet elkészülte után 6 esztendővel ismét egy egészségügyi fejlesztésbe kívánnak belevágni. Néhány további példa a megítélt támogatásokra. Nagy Igmánt 300 millió forintból korszerűsítheti művelődési házát. Bábolnára 100 millió érkezik az egészségügyi alapellátás fejlesztésére. Oroszlány 300 millió forintot nyert a Malomtó környékének megújítására. Az elmúlt időszakban is rengeteg topos projekttel, rengeteg fejlesztéssel megvalósuló beruházásaikhoz most újabbak érkeznek, amik a településeknek a működését, intézményeik működését és a települések komfortosabbá tételét szolgálják. Kiemelve néhány projektet a megye keleti területeiről, Nyergesújfalu 700 millió forintot kap sportközpont építésére, Csolnok 205 millió forintot nyert a bányászathoz kapcsolódó ingatlanok fejlesztésére, Dák 138 milliót közösségi ház kialakítására, Dorog 500 millió forintot a belterületi zöld infrastruktúra fejlesztésére, tehát pedig szintén közel 500 millió forintos támogatásból folytathatja zöld hálózati fejlesztési programját. A többség nálunk mindenki közterületek fejlesztésére, csapadékvízelvezetésre, művelődési és közösségi terek fejlesztésére adott be pályázatot, és nyertek sikeresen. Szerencsére elmondható az, hogy szinte akik pályáztak, mindenki elmondhatja, hogy sikeres volt. Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke a sajtótájékoztató végén azt hangsúlyozta, hogy a november 29-éig beadott TOP pluszos pályázatokban idén december 22-éig döntés várható, ami további településeknek hozhat jó hírt, mintegy 1,7 milliárd forint értékben.